Jó estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Mai adásunkban két témával foglalkozunk. Nem is olyan régen rendeztek egy Balatont megkerülő futóversenyt, a Balaton Supermaratonit. Erről kaptunk egy kis filmet, valamint ugye bizonyára sokan tudják, hogy hétvégén kosárlabda magyar kupát nyert az Alba Fehérvár. Természetesen ott voltunk mi is az ünneplésnél. Ahogy arról a hétfő esti híradóban már beszámoltunk, 20 pontos diadalt aratott az Albafehérvár a Szolnok felett. Pakson a magyar kupa döntőjében. A fehérvári kosárlabdázókat szállító busz éjfél után érkezett a Városháztérre, ahol több száz drukker várta az aranyérmes csapatot. Az Alba 13 év után nyert ismét magyar kupát. Valljuk be őszintén, hogy ez egy óriási bravúr, hiszen a Szolnok egészen más lehetőségekkel él és élhet, és egészen más lehetőségekből gazdálkodhat, és ez a pályán egyáltalán nem látszott. A komoly európai nemzetközi szintű csapat benyomását a fehérvári csapat nyújtotta, és ez a védekezés az, hogy 54 ponton lehetett a Szolnokot tartani, és csodálatos, és azzal, amit ott a fehérvári szurkolók szurkolásban, és hozzáteszem, és aki ott volt, vagy látta tévén azért, hogy miért mondom, sportszerű szurkolásban tettek, és azok bizonyították azt, hogy igenis ez a fehérvári közönség is megérdemelte ezt a magyar kupát. Ezen a héten a Volán megnyerte a jégkorong magyar kupát, úgy, ahogy egyébként egy komoly lehetőségekkel rendelkező csapatnak az kell, két meccsen 11-2. Szerintem ez is üzenet mindenkinek, hogy aki egy nemzetközi kupába indul el, és úgy gondolja, hogy azt lecseréli a magyar bajnokságra, akkor annak utána meg kell bizonyítani, hogy ennek van értelme. Én azt hiszem, hogy ezt a jégkorongozók bebizonyították, most a kosarasok hozták el a magyar kupát, és hát jól állunk a középszakaszban is, de valljuk be őszintén, az még nagyon hosszú. Először koncentráljuk a következő meccsekre a mai ünneplés után, aztán majd meglátjuk. A foci csapat is nyert 6-0-ra, tapadunk az élmezőnyhöz, ott még ugye Liga Kupa döntő lesz, Magyar Kupa elődöntő, tehát nagyon szép lehet ez az év, és én azt hiszem, hogy a női kézisek előtt is lemehetjük a kalapot, hiszen az ért megverésével nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem a fehérvári csapaton múlott, hogy nincs benne az első négybe, és ez nagyon sok fiatallal elérve azt hiszem, hogy tényleg siker. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy Bajnokok Városa, az látszik, hogy nagyon sok lábon áll szerencsére Székesfehérváron, de hát most legfontosabb, hogy örüljünk a kosarasok sikerének. Megérdemlik, sokat tettek érte az elmúlt években, sok gyötrelem, nehézség, szponzor probléma, nehéz igazolások, komoly játékosok elvesztése, és mégis itt van a csapat, megnyerte a magyar kupát. Én azt hiszem, hogy ez mindenért, vagy sok mindenért kárportolja a szurkolókat, de hát persze a szurkoló az már csak tehetetlen, azt szeretne örülni, és remélem, hogy néhány hét múlva újra örülhet. Gondolom, hogy reálisan senki nem várhatta a csapat, hogy 20 ponttal nyerjen a Szolnok ellen a magyar kupa döntőjében. Mégis sikerült, és még csak olyan érzésünk sincs, hogy ez túlzás lenne. Egy tipikus kupameccs volt. Én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Ha az eredmény is egy kicsit több is, tehát mutat úgy, ahogyan lett a végén. Én azt gondolom, hogy a fiúk mindent megtettek ehhez, és tényleg jól játszottak, főleg a védekezésben. Nagyon örülök annak, hogy ez az egészet, amit próbáltunk az első naptól sajátítani, tehát az védekezéssel indulva, hogy most egy ilyen kupameccseket sikerült nekünk. Lehet, hogy furcsa kérdés, de melyik volt nehezebb meccs a kettő közül, mert ugye most mindenki a döntőről beszél, de hát az a Paks elleni sem volt egyszerű. Igen. Én azt gondolom meg is, hogy a Paks ellen nehezebb volt. Paks ellen nehezebb volt, mert meg is a házigazdák ellen játszottunk. Valahogyan én azt gondolom, hogy ott a teljesen más meccs volt, és végül is nyertünk. A végjátékban nem úgy játszottunk például, mint mai meccsen, és azért is lett, de én azt gondolom, hogy valahogyan, ha sakkoztunk volna ilyen
megint úgy gondolom, hogy meg simább is lehetett volna a vége. De egyáltalán most nem megadom szó, hogy mennyi volt, hogyan volt. A lényeg, hogy a csapat megmutatták, hogy képes egy ilyen eredményt elérni. Aranyérmem, mind kupa, mind bajnokságban még sosem nyertem, úgyhogy ez az első aranyérmem, nagyon örülök neki. Hát mindenkinek fülig ér a szája. Mi volt az igazi titka ennek a győzelemnek? Mert szerintem az, hogy 20 ponttal nyertek a Szolnok ellen, azt még ti se gondoltátok. Hát azért ez a 20 pont, ez nem reális, hiszen azért a mérkőzés folyamán nem volt ekkora különbség a két csapat között. A végére lett ez a 20 pontos különbség, amikor már úgymond idézőjelben feladta a Szolnok, és már nem annyira koncentrált, és már nagyon próbálták visszahozni az eredményt, és erőlködtek, akkor tudtuk ezt a 20 pontos különbséget kialakítani. Az igazság, hogy az volt a titka, hogy nagyon jól védekeztünk, én úgy gondolom, hogy 59 pontot kaptunk, azt hiszem, ha jól tudom, 59 pontot kaptunk, vagy 54-et, nem tudom, mindegy, az a lényeg, hogy 60 pont alatt kaptunk egy Szolnoktól, ami nagyon-nagyon jó teljesítmény, és nagyon jó védekezést tükröz. Everybody in Hungary. Magyarországon mindenki azt gondolta, hogy idén majd mindent a Szolnok nyer, most mégis ti győztetek 20 ponttal nagy különbséggel. Minek volt ez köszönhető? 20 points against Szolnok. How do you feel about this cup final? It definitely was a good win. Ez egy nagyszerű győzelem volt. Együttesünk ereje abban mutatkozott meg, hogy csapatként voltunk nagyon jók. Örülünk a győzelemnek, de tekintetünk a bajnokságra szegeződik. Keményen dolgozunk, hogy megnyerjük azt is. Kiváló edzőnk van, izgatottan készülünk a szezon folytatására. Gondoltad volna, hogy 20 ponttal nyertek majd? Nem, természetesen nem. Nem sokat láttunk idén a Szolnokból, de a hangulat és a lehetőség, hogy nyerhetünk, segített a sikerben. Nagyon jól működtünk együtt, mint csapat, amikor hátrányban voltunk, akkor is jött mindig valaki, aki segített. A csapat ma megmutatta igazi erejét. Megnyerhetjük a bajnokságot is? Nagyon remélem, ez a mi célunk. Nagyon örülök a kupa győzelemnek, de keményen meg is dolgoztunk érte, sokat edzettünk, volt olyan hét, hogy 8-szor is. A mai siker azonban megmutatta, a sok munka kifizetődő. Most ünnepeljük a győzelmünket, de készülünk a bajnokságra, arra, hogy megnyerjük azt is. Az édesapád is ott volt a kupa döntőn, ez nyilván sokat segített. Nagyszerű érzés volt látni a lelátón a papámat. Floridából jött, hosszú utat tett meg azért, hogy lásson játszani. Örülök, hogy velünk lehetett Pakson. Akkor most cél a bajnoki cím? Természetesen keményen dolgozunk ezért. Kedden már edzünk, szerdán pedig újra pályára lépünk, és harcolunk a bajnoki címért. Négy nap, három évszak, 200 kilométer és egyetlen cél. Körbefutni a Balatont. Négy nap futás, négy nap barátság, négy nap csoda, négy nap buli. Imádok sokat futni. Kihagyhatatlan. Hello, sziasztok gyerekek, szuper! Alig várom, és akkor úgy érzem, hogy fiatal vagyok. Jó a buli! Remek! A hatodik BSI Balaton szupermaraton sajátos helyet foglal el a futórendezvények palettáján. A Siófoktól Siófokig tartó 195,4 kilométeres szezonnyitó teljesíthető egyéniben, párosban, csapatban, illetve napi szakaszokban is. Idén a 15 országból érkezett összesen több mint 1100 futónak a 4 nap alatt 3 évszak nehézségeivel is meg kellett küzdeniük. Az első napon éppen elállt az eső a rajtra, ám a Siófok fonyott közti 48,2 kilométeres távon a szél végig kitartott, ám a futók nem különben.
Negyedszer vágok neki. És hogy miért? Mert jönni kell, valahol bizonyítani kell. Ez a legjobb verseny az egész évben. Számomra ez sokkal inkább egy futókirándulás, mint valódi verseny. Ugyanis kevés olyan hely van itt a Balaton mellett, ahol én nem voltam. Így aztán ezeket ilyenkor, ezeket az élményeket én újra élem. Először vagyok, igen, eddig 4 maratonom van, és körülbelül 3,5 éve futok ilyen hosszabbakat is rendszeresen. Nagyon nehéz, ez a szél engem dobált, volt, hogy majdnem összeszedtek az útról, de nagyon jó volt. Farkas László és Láng István. Minden évben itt voltatok, és most már 6. éve futjátok. Igazából sose szerettem a nyári Balaton, de tavasszal meg ősszel, akkor nagyon-nagyon-nagyon, meg hát télen is. És akkor ez a tavaszi verseny az úgy adja magát, tehát hogyha nincs ilyen áldott jó idő, akkor tényleg a legszebb arcát mutatja a Balaton. Ez teljesen véletlenül alakult ki, még a legelsőn, amikor még Siófokon valahogy összeverődtünk, akkor teljesen együtt futottuk, egyforma a tempónk, évente egyszer találkozunk, 4 napot együtt vagyunk, de csak nappal, ennyi. Között. Azt hiszem, hogy még hajózáshoz sem ideálisak ezek a körülmények most. Hát bizony nem, ilyen időjárási körülmények között néha nem is járnak a hajók. De hát a futás az muszáj, ez szabadtéri sportok már csak ilyenek. Mi most vagyunk itt először. Kollégáimmal alapítottunk egy csapatot, aztán gondoltuk, hogy a munkahelyünket körbe kéne egyszer futni. Ez az én agyamból pattant ki, mert én tavaly lefutottam ezt az első napot, itt Fonyódig. És gondoltam, amikor beértem, nagyon fáradtam, mondtam, hogy kéne egy csapatot szervezni, és van, aki egy-ketten, akik futnának, és akkor ezt így kitaláltam, és megvalósítottuk, és itt vagyunk az első nap, reméljük, hogy így lesz a többi is. A legnagyobb futó, aki elindult ezen a versenyen, te vagy. A második napra a szél ugyan elfújta a felhőket, de aztán dolga végeztével hivatlan vendégként végig maradt. Fonyódtól Szigligetig mindaz 52,9 kilométeren át. Köszönöm a verseny szervezőinek, hogy immár 6. alkalommal eljöttek hozzánk, elhozták hozzánk ezt a gyönyörű, szép versenyt. Egy kis napot is rendeltünk önöknek, azt gondolom, hogy egy remek nap elé néznek. És köszönöm még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm, hogy meglátogatták a balatoni régiót. Jó utat kívánok önöknek! És megy a raj! Coca-Cola kezdésre! Most egyénibe próbálom teljesíteni ezt a távot. Csapatban voltunk eddig. Úgy egyszerűbb, úgy bulibb. Van kedvenc szakaszod? A mostani lesz egy olyan szakasz, ami egy jó. Itt befutni a Szigligetbe, ez egy ilyen nagy élmény, oda felfutni a várhoz. Tehát az egy ilyen szép rész, amit szeretek. Ez a Balaton Supermaraton leghosszabb napja, és talán a legnehezebb is, hiszen a szigligeti várdom tetején van a cél. Koffein kapitány hányadszor futja csapatban, és hányadszor futod egyénibe? Csapatban egyszer futottam 2 éve, és másodjára vagyok egyéniben. Olyan ez, mint a kávéfüggőség, én azt mondom. Aki próbált, azt tudja, hogy egy idő után ez így elhatalmasodik. Nem nehezebb neked azzal, hogy be is öltöző jelmezbe? Arra gondolsz, hogy 70 km-es szélfúj, és akkor egy szaténpalás nem jó? Ezt csak megerősíteni tudom. Valóban nem jó. Na, hogy megy a második nap? Eddig még jól. Reméljük, így lesz végig. Ez nektek hanyadik futás? Hanyadik Balatonkör? Nekem egyéniben az első párosban már voltam. Nagyon jó az energiája ennek a csoportnak. Bárkihez csatlakoztam eddig, még egy sem volt ilyen jó kisugárzásunk. Könnyebb futni fizikailag is? Sokkal. Nem, mert megbeszéltünk már azért, mert van 2 vicces fiú, és van most már 2 csinos lány a csapatban. Ezért van nagy energia. A srácot is befogjuk. Jöjjön velünk. A feltűrtó megvolt, Tiszató megvolt, Velencei tó megvan minden hétvégén. Ez meg dukál egy évben egyszer.
teljesíteni nagyon jó. Nem sok olyan jó érzés van még az életben, mint egy ilyen kihívás teljesítése. Imádom. Lusonci Viki születésnapját ünnepli ez a díszes társaság! Meglepték a barátaim, köszönöm szépen! Ettől nagyobb meglepetés, azt hiszem már nem lesz a negyedik napon se. Széfeding a nevünk, azért mert hárman az esküvő szakmában dolgozunk, ő pedig ilyen biztonságtechnikával foglalkozik, ezért lett ez a nevünk. Viki kitalálta, hogy szeretne indulni, és hogy kellene neki ember, elkezdett toborozni, és megkerestük egymást. Egymásra találtunk. Mi már együtt futottunk egy maratont, és nem volt kérdés, hogy ő csapattag lesz. Most meg tudja, milyen hegyre futni fölfele. A harmadik napra elcsitultak a tomboló elemek. Mindössze a hideg maradt meg. Ám ez a legrövidebb, Badacsonytól Füredig tartó 43,6 km sem könnyű, mert ez a szakasz a legszintesebb a négyből. Ilyenkor mi jár a fejedben, amikor pont felénél tart egy ilyen hosszú menet? Igazából mindig csak az éppen aznapi van a fejemben, megpróbálok visszaemlékezni a korábbi években tapasztaltakra, és igyekszem okosan beosztva az erőmet egybe beérni. Igyekszek 10 km/h környékén menni, egy picit gyorsabban futottam mind a két nap, de a 10 km/h van belőve, 4 nap azért kell tartalékolni. A csapat hogy alakul? A két vejen. Lányaimnak volt születésnapja, ahol családi ebéd kapcsán ez a marhaság az én fejemből robbant ki, és most már nem tudok visszakozni belőle, ez már késő. A mezőny itt egészül ki a féltáv egyéni futóival és váltóival, és ezen a napon Badacsony-Tomajból indul a Maratonfüred betétszám is. Szerintem ez a hideg, de ez a legjobb volt eddig. Nem fújt a szél, nem fáztál, isteni volt. Bár ez a kis emelkedők, de jó volt, megérte. És nem sütött ki a nap, képzeljétek el, szomorú. Jó volt nagyon az elején, tényleg az, hogy nem volt szél, az a mai napra nagyon jó volt igazából. Napot vártuk nagyon. Holnapra szeretnénk rövidbe futni. Bízunk benne, hogy összejön. Bírom a kihívásokat, de ez most már erőm felül. A maraton sem volt piti, de ez kezd erőm felül lenni, de megcsináljuk. Meg lesz. Sütni fog a nap. Sütni fog, rendesen süssön ránk a nap, nem? Igen, így van. Süssön ránk a nap! Első maratonunk, együtt készültünk fel, 2 éve kezdtünk el futni tulajdonképpen. Szigetújfaluból jöttünk, és tulajdonképpen most végig együtt futottunk. És miért pont ezt választottátok a Balaton Szuper betétszámát? Hát mert tavaly 4-szer lefutottuk körülbelül a félmaratont, pontosabban biztosan 4-szer, és ez most egy nagy kihívás volt, és gondoltuk, hogy most így márciusban lefutjuk. Szuper volt, igazából nagyon jó volt a verseny is, nagyon jó volt a szervezés is. 5 évvel ezelőtt a másodikon voltunk párosba, és utána azóta 3-szor voltunk egyéniben. Az év első nagy futóversenye, jó buli, jó a csapat, sokan vagyunk, tehát a barátok is együtt futunk, úgyhogy tök jó. Jól van megszervezve. Tényleg minden frankó. Igazából a téli felkészülés ez nagyon nehéz, de ettől szép ez a tavaszi 4 maraton, ez szuper jó. Koffein kapitány maradt természetesen, de a szuperhősök közül szinte egyedülállóként van téli és nyári öltözete is neki, és mivel a mai napi kihívása a télit igényeli, mint láthatjuk, a hideg az jó. A hóesés is jó egy bizonyos mértékig, a negyedik nap is jó, nincs probléma. A múlt héten se volt jó idő, és ezen a héten már egy kicsit rá voltam hangolódva, nem hittem benne, hogy ennyire, de hoztam mindent. Van kesztyűm, sapkám, minden fel vagyok készülve. Gyerünk, gyerekek! A negyedik napon dermesztő hidegben és hóesésben indult Balatonfüredről az utolsó menet Siófokra, és ezzel az 50,7 km-rel körbeért a 6. BSI Balaton szupermaraton mezőnyet. Okay,
Milyen volt ez a 4 nap? Ilyen kemény versenyen nem voltam még. Hát az első és a harmadik napot nagyon élveztem, a második az kemény volt. Ma meg középtájban gyalogoltam vagy 10 kilométert, annyira bedagadt a bokám. De hát ez előfordul, úgyhogy remélem legközelebb nem lesz ilyen. A hangulat az nagyon jó volt, a társaság az nagyon jó. Mindenki akar, küzd. Ez nagyon jó. Maradsz hajós kapitány, vagy inkább átnyergesz ezentúl a futásra? Hát csinálom mind a kettőt. Futok is, meg hajós kapitány is maradok. Ma futottam olyan helyen is, ahol életemben nem voltam, pedig itt lakom már 42 éve a Balaton mellett. Hál' Istennek, és nagyon tetszett, ide el kell jönnöm még egyszer. Itt a magas parton ez nagyon gyönyörű volt. Én kikötőmester vagyok Balatonföldváron. Nekem a szél eddig nagy barátom volt, de pénteken ellenségemnél vált. Hogy osztottátok be egyébként a szakaszokat? Mi itt élünk a Balaton körül, és hát a helyi befutók, illetve rajtok azok adottak voltak, a többit pedig elosztottuk. Nincs valamelyikőtöknek olyan elképzelése, hogy egyszer egyénivel is körbe kéne futni a Balaton? Nekem van, de mindig, amikor így beérek, mindig így meggondolom. Hát én azért most bevallom itt mindenki előtt, hogy elég keveset készültem, de 1998 óta indulok már a BSI versenyein, úgyhogy most egy kicsit szégyenkezek is itt a többiek előtt, de hát majd talán jövőre javítok. Nekem nagyon tetszik az a piros szám, amit az egyéni futok viselnek, de azért ezt nagyon meg kell gondolni. Megvan életed első ultra távja. Körülbelül ilyesmire számítottál egy ilyen 4 napra? Igen, pontosan erre számítottam. Sőt, igazából rosszabbra, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen holdpont nélkül végig tudom csinálni. Milyen végig a futó tempójában haladni és kiszolgálni? A tempó nem olyan vészes, így egy biciklistaként. Az idő nem volt olyan jó, most hideg volt, így aztán nagyon fel kellett öltözni, de egyébként teljesen vállalható. Próbálom támogatni, amikor látom, hogy egy kicsit oda van, de egyébként abszolút nem aggódom. A frissítéseknél nagyon sokat számít, és mentálisan. Meg tudtam volna csinálni nélküle is, de nem lenne ennyire jó kedvem a végén, sokkal nehezebb lett volna. Lefutottam a maratont, a hiúság dolgozott, én is lefutottam. Ez volt 2005-ben, és azóta futkosunk együtt, mert valahogy együtt is kell lenni, és a tavalyi maraton után úgy döntöttem, hogy próbáljuk ki, hogy ez milyen. Beneveztem, aztán ő is megőrült. Mi azért nem annyira ultrafutók, mint inkább maratonfutók vagyunk. Ez most egy ilyen kitekintés volt, hogy akkor próbáljuk meg, hogy ez milyen. Most az utolsó 10 kilométeren már úgy figyeltük, hogy hol a másik, és akkor így ezt terveztük kézenfogva. Végül is azért 4 nap után illik együtt. Mosolyogjatok! 6-ból 6. Milyen volt az idei? Szerintem ez volt talán a legnehezebb a 6-ból, nem? Igen. Zord volt az időjárás. Meg egy picit hosszabbnak tűnt összességében, mint a korábbiak, de végül is ez adja az értékét. És én úgy gondolom, hogy aki itt volt és végigcsinálta, bármilyen távon is, büszke lehet magára. Ennyi fért mai adásunkba, tartsanak velünk a jövő héten is, tudják a régi helyen az új időpontban, vagyis a Fehérvár televízióban szerda este 19:45-től. Én további szép estét és majd kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!